Ausztriában jelenleg 22% körül mozog a biogazdálkodások aránya, de számos uniós tagállamban is 10% körüli ez a szám. Magyarországon egyelőre még jóval kevesebben választják ezt a termelési formát, a gazdálkodók mindössze 4%-a állt már át eddig az ökológiai gazdálkodásra. A biogazdák helyzetét nehezíti, hogy őket is sújtja a tőke, illetve a munkaerő hiány. Ő nekik is szükség van a fejlesztésre, tehát műszaki fejlesztésre. Az innovációt és a műszaki fejlesztést ugyanúgy be kell hozni a biotermesztésbe, mint a konvencionális gazdaságokba. Itt le vagyunk maradva, és nem csak a termesztés technológiában, hanem le vagyunk maradva a feldolgozási szinten is. A kormány most egy újabb 12 milliárd forintos pályázattal segíti az ökológiai gazdálkodás folytatókat, vagy az arra átállókat. A keretösszegből várhatóan 900 gazdálkodót segíthetnek majd. Gyakorlatilag mindenki jelentkezhet ebbe a programba, aki mezőgazdasági területtel rendelkezik, és biogazdálkodást akar rajta folytatni, kivéve azokat, akik már benne vannak támogatási programba. Tehát egy biogazda új területekkel jelentkezhet, de a régieket nem tudja újraindítani a következő évre se, és ugyanígy nem tudnak átjelentkezni azok sem, akik az agrárkörnyezetgazdálkodási programba vesznek részt, kivéve akik a kettes, a második meghirdetésbe 2017. január 1-től indulva kapcsolódtak be, és a területek már most is benn vannak a biogazdaságban. Itt ilyen szűk lehetőség van, nem sokan tudnak ezzel élni, a zömének a következőt kell kivárnia, illetve aki nincs támogatásban, az most jöhet. Jöhetnek a rétek, ha állat van rajta, jöhetnek a szántóműves ágban és a ültetvények egyaránt. A pályázatnak köszönhetően a megyében is jelentős elmozdulás lehet a biogazdálkodás irányába. Az a legörvendetesebb talán ebben a térségben, hogy az almaterméműekre egy kiemelkedő magas támogatási összeg van az átállási időszakában. Ez több mint 1000 euró per év, ez egy európai rekord környékén van. Tehát ez biztos, hogy érdemes élni, és az a lehetőség is megvan a korábbiakhoz képest, hogy akik a beadáskészség eltelepítik a gyümölcsösüket, tehát most üres területet jelentenek be, vagy szántót, és betelepítik, azok is igénybe vehetik ezt a támogatást, ha a következő év április 30-ig a telepítés meg fog történni. A gazdálkodók a kérelmüket december 1-e és 15-e között nyújthatják be az Államkincstár elektronikus felületén.